Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mit érez és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő terve, az középen itt felül és alul látható. Ez a kép azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete, de valamit erővel fogva tart. Úgy gondolja, ez adja a biztonságot, holott nem így van. Neki el kellene engedni bizonyos dolgokat, vagy egy kapcsolatot, vagy egy helyzetet, hiszen ha észrevenné azt, hogy ő tulajdonképpen a kincses ládán ücsörög, akkor elengedné ezt az érmét, fel tudna állni, és ki tudná nyitni a ládát. De ő ennek nincs tudatában. Viszont ha te beszélsz vele, vagy adsz tanácsot, ha itt ketten vagytok, és rád hallgat, akkor lesz egy új irány. Sőt, itt látható, hogy a kezében vannak a botok, tehát itt elengedett akkor valamit. És ti ketten közösen terveztek együtt valamit. De amíg ezt te nem említed meg, ő magától nem fog rájönni. És hogyan érzi magát, az itt bal oldalon látható, mind három képen, ugyanúgy, mint itt is, a botok láthatóak. A botok szimbolizálják a tűz elemét. Lehet, hogy dühös valakire, az is a tűz eleméhez tartozik, de megvan a bátorsága, meg a lelkesedés, és aktív lesz. Itt benne van egy szűkös helyzetben, amit kezdetben itt fogva tart még. De kilép ebből a helyzetből, hiszen ezt tanácsolod neki. Kilép ebből a helyzetből, az lehet egy munkahelyi változás, vagy lezár egy bizonyos párkapcsolatot, lehet egy költözködés is, és itt akkor már tervez egy új kezdetet, de kezdetben még nagyon sok mindent kell cipelnie. De elengedi ezt, hiszen itt már látható, hogy a 10 botok közül csak egyet tart meg, ami fontos jelenleg számára. Az lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy új irány, ami a párkapcsolatotokat illeti. És mit fog tenni, az itt látható, a hold jelenteti az anyukáját, vagy az anyai témákat, de a hold az utal az álmokra is. Itt meg lesz hamarosan a belső egyensúly, és kezébe veszi ezt a kelyhet. Ő ugyan még bizonytalan, először úgy nézegeti, és jelenti az érzelmeket, ami konkrétan azt közli, hogy először a saját érzelmeire figyel oda, de nyitott arra is, hogy legyen közeledés, lassan-lassan kimutatja azt, hogy mit érez irántad, mik az álmai, az elképzelései. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Egy kiesett, de én ezt nem szoktam figyelembe venni. Néha, hogy ez el akar távolodni, de nem fontos. Itt látható a kígyó. Ez jelenteti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, de lehet egy nő is. Lehet, hogy ez a nő még befolyásolja, és azt mondja, maradj ott a munkahelyeden, ez biztos. Vagy lehet még egy párkapcsolat nála is az anyagiak miatt még benne van ebben a szűkös helyzetben, de kilép ebből a kapcsolatból.
Itt a könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést, akkor az jelenthet egy munkahelyi változást is. Lehet, hogy érdekli a gyógyító erő, vagy ezen a területen dolgozik, okos, művelt. A könyv jelentheti a zárkózottságokat is, de lesz közeledés, majd nyitott lesz az álmokról, érzelmekről beszélni, azt látjuk itt. Ez a szűkös helyzet lezárul. A koporsó segít ebben lezár bizonyos dolgokat. Itt lesz nála egy új kezdet, ami lelkesíti őt, meg közeledik hozzá, de valaki nem ért egyet ezzel, hiszen kritizálja őt. Itt vannak a félreértések, a viták. De azért kimutatja a bátorságát és védi magát. A gyermek utalhat gyermekekre is, de így ezzel a kártyával együtt jelent egy új kezdetet. Az lehet egy munkahelyi változás, lehet egy költözködés, lehet egy új irány, egy új kezdet kettőtök között. A gólyák is változásokra utalnak. A gyermek, a gólyák és a hold jelentheti egy kisbabának a születését is, hiszen itt anyai témákról van szó, és itt a két kártya az jelentheti ezt is. Itt ez a torony. Sok mindent jelent. Egyrészt, hogy tisztában van az ő saját nagyságával. Vagy szeretne kiépíteni, megnagyobbítani valamit. De a torony gyakran jelent korlátozásokat, amikor benne van ebben a szűkös helyzetben, de lesznek változások, kilép ebből a helyzetből, itt is látható, hogy ez lezárul. Újra a hold, milyen érdekes, ezek utalhatnak az anyukára, az anyai témákra, vagy jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, hogy álmodik és álmodozik rólad. Az ő jelenlegi helyzete ez a levél azt jelenti, hogy jön egy hír, ezt tervezi, vagy vár arra, hogy te írj neki, hogy vedd fel vele a kapcsolatod. Ez a levél utalhat szerződésekre is. És még visszatérve a holdra, hiszen kétszer jelenik meg, az is lehet, hogy az egyik hold arra utal, hogy ő álmodik rólad, a másik hold pedig azt mutatja, hogy te is álmodsz róla, és ez az álom fontos, figyelj oda az álmokra, hiszen ez is lehet egy lelki üzenet, vagy tőle, vagy a te lelkedtől. És most megnézzük a te jelenlegi helyzetedet. Itt lesz mozgás, lesznek változások, egyrészt jelenti ez a kártya, hogy ő közeledik hozzád, vagy mind azt jelentheti, ami mozog, autó vétele, eladása, vagy egy utazás, vagy változások, vagy te jössz mozgásba, ez lehet egy sport tevékenység is. És ez volt az általános jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!